Csökken a kőolaj kitermelési járadék, többek között ez Magyar Kanizsa községe költségvetését is sújtja. Vendégünk Bimbó Mihály, Magyar Kanizsa polgármestere, köszöntöm a stúdióban. Magyar Kanizsán kívül, igazság szerint mekkora területre terjed ez ki Vajdaságban? Hány községet érint ez a probléma? Hát ez a probléma tulajdonképpen Vajdaságban három község van. Három község az, ahol a legnagyobb százalék arányban termelik ki a kőolajat, az Kikinda a legtöbb, utána következik Magyar Kanizsa és Szent Tamás. Kikinda körülbelül dupla akkora járadékot élvez, mint Magyar Kanizsa, Szent Tamás az körülbelül olyan, ahogy én értesülve vagyok, körülbelül olyan 100 millió körül van nekik a járulékot. Hogyan volt eddig szabályozva a kőolaj kitermelésből származó járadék? Hát az új bányászati és földtani kutatásokról szóló törvény meghozatala előtt a régi törvény alapján 3% volt a kitermelt mennyiségi után fizetendő járulék. Na most ez a 3% osztódott a régi törvény alapján 50%-ra, tehát felét kapta a község, 40%-ot kapott a köztársaság és 10%-ot kapott Vajdaság. Tehát annyit jelentett, hogy a 3%-nak 1,5% az a községet illette meg. Na most itt ez a nafta vagy a kőolaj járulék, ez egy nagyon komoly tételt jelent a községi büdzsébe, hát ez mindenféleképpen nem csak nálunk, hanem mind a három község. A régi törvény alapján ez mennyi pénzt jelentett a Magyar Kanizsa? Hát hogyha egy kicsit visszatekintünk, akkor én önnek mindjárt fel tudom sorolni, hogy 2011-ben 302 millió dinár tett ki, 2012-ben 326 millió dinárt, akkor volt a legtöbb, és 2012-től visszamenőleg állandóan csökkenő tendenciát mutat, úgyhogy már 2013-ban 278 millió dinár, és hogyha ezt a 2014-es évet nézzük, akkor mivel 4 kvartálra van felosztva, a harmadik kvartál után nekünk most körülbelül 175 millió dinár van befizetve, ez annyit jelent, hogy a legjobb esetben az év végéig el tudjuk érni a 220 millió dinárt, és ez körülbelül egy olyan 100 millió fölüli veszteséget jelent 2012 óta a mi községünk részére. Ez a törvény változott, most nem 3%-ról fogunk majd beszélni, hanem 7%-ról, viszont az eloszlás az hogyan fog nézni? Hát a 7% az a legújabb törvény szerint van meghatározva, azonban egy nagy probléma van ezzel a törvénnyel, mégpedig az, hogy ezt a 7%-ot jelen pillanatban nem lehet megvalósítani azért, mert egy olyan, hát hogy mondjam, egy olyan nem törvény ez, hanem megegyezés történt, hogy addig, amíg a kitermelőnek a befektetései nem térülnek meg, addig nem lehet megvalósítani a 7%-ot. Tehát a törvény az tovább is ebbe a részbe a 3%, tehát most mink ezt a 3%-ot osszuk az új törvény alapján 40-40-20%-ba, tehát eleve a község 10%-kal mindjárt kevesebbet. A beruházónak a költségei, arról, az, hogy mikor térülnek meg, arról van-e egy valamiféle magyarázatot kaptak-e, valamiféle bizonylatot, előzetes számítást? Hát most pontosan ezt legalább úgy hallatszik, hogy talán nem is lesz a befektetésnek a befejezése a mérvadó, hanem a befektetésnek a megtérülése lesz a mérvadó. Tehát ha megtérül a befektetés, talán akkor fogják fölemelni, úgyhogy most már itt nem tudom én sem, most ha én ezt így hallottam elég pozitív körökből, hogy nem a befektetés befejezése, hanem ha megtérül, akkor indul be ez a 7%. Egyébként azt lehetett tudni, illetve önöknek milyen információk vannak arról, hogy Magyar Kanizsa község területén milyen mennyiségű földgázt, illetve kőolajat bányásznak éves szinten? Hát erre mi hivatalos jelentést esetleg évvégén kapunk, de az, hogy mi
havi szinten ezt valahogy meg tudjuk valósítani, az, hogy mi ezt meg tudjuk, hogy pontosan mennyi a kitermelés mennyisége, hát ez erre sose kapunk választ. És erre nem is hiszem, hogy eddig volt precedens lehetőség, hogy ezt valahogy elérjük. Na most mi ez a három község, ezt is szeretnénk kieszközölni a beadott javaslataink alapján, hogy tudjunk egy hivatalos mennyiséget, hogy ennyi volt, és ezután kapjátok ezt, mert a mi véleményünk alapján, legalábbis az én véleményem alapján, a kőolaj kitermelés ez jóval több, mint az előbbi években, mert akár merre megyünk, az az ember azt látja, hogyha dolgozik a kút, akkor az ugye igen, bólogat, ahogy mondja a nép, hát az mindig bólogat éjjel-nappal. Egyébként ez a költségvetési hiány, ez a költségvetés csökkenés, hogy amit mond, hogy akár a 2012-es évhez képest 100 millió dinárt hiányt jelent, ez mekkora érvágás Magyar Kanizsa községnek, illetve ez most honnan von el pénzeket? Hát nézze, uram, ez a következő problémát jelenti. Én csak egy összehasonlítást szeretnék önnek ebben kapcsolatban mondani. Mi körülbelül 100 millió dinárt költünk a szociális szférába a különböző segélycsomagok, nem mondjam, a különböző fölvállalások alapján. Na most de azt meg kell állapítani, hogy a nafta vagy a kőolaj járulék az szigorúan céleszköz, és ezt csak az infrastruktúra, valamint annak a közösségnek az élet föltételeinek a javítására lehet használni, ahol tulajdonképpen ki van termelve ez a. Na most mink itt sikerült beiktatnunk a szociális szférát is, mert mi erről kell nekünk készíteni tulajdonképpen erről egy tervet, és azt a tartományi titkárság hagyja jóvá, hogy mire használhatjuk, mire nem használhatjuk. És hogyha egy olyan dolgot teszünk be, amire nem használhatjunk, az ki van húzva. Na most mink a szociális szférával azért tettük be, mert a magyar kanizsai község az nagyon a lelkén viseli a szociális problémákat, és fél óráig sorolhatnám önnek most, hogy mennyi helyen próbálunk itt kezdve az öregek gondozásáról, az iskolás gyerekek uzsonnájának teljes térítményére, a harmadik, negyedik gyerek után a teljes térítményt az óvodába, a költségeket fölvállaljuk. Akkor a retardált gyerekek intézményének a fenntartása, a szociális készpénzek adományzása, szóval rengeteg ilyen van, és mi ehhez nem nyúltunk hozzá, a szociális szférát még csináljuk, de a többi dolgokhoz hozzá kellett nyúlni, és sajnos ki kell jelentenem, hogy a költségvetési hiány véget, ami nem csak a NAFTA rendtától származik, hanem megemlíthetjük azt, hogy a fizetésekre kirótt adók azok csökkentek 12-ről 10%-ra. A felsőbb szintekről azok a céleszközök, amit felső szintekről kellene, hogy kapjunk, azok is csökkentek. Tehát ez nem csak a NAFTA rend, hanem ez mind közösen egy olyan problémát okoz a költségvetésben, hogy mi az iskoláink, az intézményeinknek a finanszírozását azt teljesen kibírjuk finanszírozni mindenfajta zavartalanul, meg olyan ügyeket, olyan dolgokat ki tudunk finanszírozni, amit a törvény előlát. De az, hogy új befektetésekben, vagy új projektumok, vagy újabb költségek fölvállalására nem vagyunk képesek. Egyébként ez a kőolaj kitermelési munkálat, a kutatás mekkora problémát, illetve mekkora anyagi kárt okozott a Magyar Kanizsai község polgárainak, teszem azt a szántóföldeken, mekkora károkat okozott, és hogy ezek a károk mekkora százalékban lettek megtérítve? Hát, hogyha visszafelé tekintünk, függetlenül attól, hogy volt-e kutatás, nincs kutatás, a szántóföldeken, vagyis legalábbis a termőföldeken ott mindig szoktak károk lenni, amit a termelők vagy meg kapnak, mint térítményt, vagy nem. Hát én messzemenőleg a termelők oldalán állok ebből a szempontból, mert azok az emberek, én tisztelen becsülöm a mi államunk naftával, vagy a kőolajjal kapcsolatos álláspontját, de
azoknak az embereknek is a jogait, meg azoknak az embereknek is a kárát meg kell fizetni olyan mértékben, ahogy az dukál. Na most itt ezek a kutatások, amiket most végeztek, hát ez egy elég kellemetlen időben történtek tavasszal, és ez a mi áldatlan most éghajlati viszonylataink, amik itt voltak, állandóan esett az eső, ez egy olyan problémát okozott, hogy ezek az erőgépek, a hatalmas gépek, azok egyszerűen elsüllyedtek, és hát nem mondjam, hogy miket csináltak ott. Na most ugye szerződés alapján ezeket a károkat szanálni kellett volna, hát részben ezt megcsinálták, részben nem csinálták, részben kilettek, úgy tudom, hogy a károk azok kilettek fizetve, de nem olyan mértékben, mint ahogy azok ki kellett volna, hogy fizessék, és az a probléma az egészben, hogy a termelők, akik fölmérték ezeket a károkat, azt mondják, hogy függetlenül attól, hogy rendben is lettek téve nagyjából a földek, de azok olyan károkat szenvedtek, hogy hosszú évek során különböző föld megművelések alapján tudják majd egy olyan helyzetbe hozni, hogy újra azt a minőséget tudják nyújtani, mint amit eddig, amilyen, és így mindig terméskiesés fog lenni azokon a helyeken. Tulajdonképpen csak egy rövid távú megoldást oldotta, illetve megoldást adtak az olajkitermelők, és a hosszú távú probléma az a várni a gazdákra. Nagy probléma az volt, hogy még ráadásul ezek a bizottságok, akik fölmérték a károkat, a kivitelezőnek a soraiból lettek kiválasztva, és a termelők most, akik voltak olyanok, akik okosabbak voltak, azt még a földre való rámenetel előtt csináltak valami szerződést, meg stb. Káriuk, na azok jobban jártak, de hát nem mindenki olyan finesz, és meg nem mindenki tudja az ebben kapcsolatos jogi procedúrákat. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Hát én nagyon szépen köszönöm a részvételt, és szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket.